Kazincz Barcika, valóságos építészeti szabad. Van úgy, hogy olyan dolgok vésődnek belénk, melyeknek a nagyvilág számára nincs különösebb jelentőségük. A múltunk apró rezdülései, kedves gesztusok, egyszerű mozdulatok. Ezek a pillanatok mélyen belénk ívódnak, hozzánk tartoznak, és személyiségünk részévé válnak. A szülőváros egy szobor, ahol először gondoltál valamire. Egy pillanat a tónál, mikor valami régi létezés emlékébe szédültél vissza. Vagy épp egy simára csiszolt kavics, melyet a zsebedben megtalálsz, de már nem tudod, mit is akartál vele kezdeni. A városunk az otthonunk, mert itt érezzük, hogy tartozunk valahová. Boldog születésnapot, Kazincz Barcika! Itt a Color TV híradója. Kazincz Barcika és a térség legfrissebb információival. A stúdióban várja Önöket Zele Tímea. Köszöntöm Önöket augusztus 22-én. Ez itt a Color TV híradója. Lássuk a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Ünnepi képviselőtestületi ülés pro urbe és díszpolgári címet adományoztak. Jó ütemben halad a dísztér felújítása. Hamarosan egy modern, minden igényt kielégítő tér szépíti majd Kazincz Barcikát. Folytatódnak az új kazinci városrész tereinek felújításai. A Kazinci téren szeptember elején kezdődnek a munkálatok. Különleges családias hangulatú képviselőtestületi ülésen ünnepelte a város az államalapítást, Szent Istvánt, a Svidnyicával kötött 20 éves testvérvárosi kapcsolatot és Kazincz Barcika 65. születésnapját augusztus 20-án. A jeles alkalomból adták át Kazincz Barcika város képviselőtestületének elismerő plakettje és a Pro Urbe Kazincz Barcika kitüntető díjakat. Idén a legrangosabb elismerést Kazincz Barcika város díszpolgára posztumusz kitüntető díjat P. Havasi József SDB szerzetesnek, volt szalézi tartományfőnöknek adományozták. Az ünnepség kezdetén K.L. Norbert zongoraművész nagyszerű produkcióját követően Vitális Gábor apát, dr. Janka Gábor parókus, Bunzik Attila és Kolumbán Gábor református lelkészek szentelték meg az alkalomra sült nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret. Szitka Péter polgármester köszöntő beszédében nem csak az államalapításról, Magyarország születésnapjáról emlékezett meg, hiszen többszörös jubileumnak is örülhettünk 2019-ben. Nekünk Kazincz Barcikaiaknak, akiknek kötődése van ehhez a városhoz, egy picit több a mai nap, hiszen kerek évfordulót ünneplünk a mai napon, 65 éves Kazincz Barcika, és ilyenkor, ahogy szokták mondani, összejön egy picit a család, hiszen ünnepekkor ilyenkor összehívjuk egymást, és eljönnek, hogy közösen, méltóság teljesen ünnepeljük meg ünnepeinket, így születésnapunkat. A sorok között ülnek testvérvárosi delegációink, Lengyelországból, Svidnyicából, Knurovból, Németországból, Burkirchenből, Bulgáriából, Dimitrovgrádból, Romániából, Nagyszent Miklósról és Szlovákiából nagyrőcei barátaink is itt vannak, és megtiszteltetés számunkra, hogy eljöttek ezen a szép napon és itt ünnepelnek velünk. A jubileum alkalmából Gyárfás Ildikó volt országgyűlési képviselő, Ludányi Attila és dr. Király Bálint korábbi polgármesterek egy kis film erejéig emlékeztek vissza városvezetőként a legemlékezetesebb pillanataikra, és árulták el Kazincz Barcikai kötődésük titkát, majd vették át a jelenlegi városvezetőtől a születésnapi plakettet.
Szintén a 65 éves jubileum alkalmából Knurov ajándékát, a lengyel-magyar barátság egyik jelképét, egy szabja reprodukcióját városunk vezetőjének, Adam Rams polgármester adta át, aki köszöntőjében méltatta Kazincz Barcikát, elismeréssel szólt az itt folyó dinamikus fejlődésről, kiemelten dicsérte az Európa szerte is egyedülálló völgyparkot. Az ajándékozás ezzel még nem ért véget, hiszen Kazincz Barcika kiemelt vendégével, Svidnicával idén 20 éves a testvérvárosi kapcsolat. Szimon Csajnovszki, a település alelnöke, a várost ábrázoló képet és egy a barátságot jelképező alkotást adományozott a polgármesternek, aki a sikeres együttműködés jegyében Hegedűs János különleges munkáját nyújtott át a jubileum alkalmából. Az ünnepi pillanatok folytatásaként Szitka Péter és Klimon István alpolgármester adta át a kitüntető díjakat olyan személyeknek, akik a település életében a településért maradandót alkottak, a város fejlődéséhez, jó hírének, elismertségének növeléséhez hozzájárultak. Kazincz Barcika város képviselő testületének elismerő plakettje azoknak a városhoz kötődő személyeknek és közösségeknek adományozható, akik a tudományok, a művészetek, az oktatás, nevelés, a kulturális, társadalmi és gazdasági élet, a gyógyítás területén, valamint a város közigazgatásában kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kazincz Barcika fejlődéséhez, hírneve növeléséhez 2019-ben. Kazincz Barcika város képviselő testületének elismerő plakett kitüntető díjat kapta Fodor Pál villamosmérnök, irányítástechnikai szakmérnök, a Borsodkem fejlesztési mérnöke, Kemény János építész üzemmérnök, Székely Tamás kutató, dr. Valit Salha Kalil főorvos, Zsuga Imre súlyemelő edző, valamint Elek Ákos válogatott labdarúgó. A Kazincz Barcika város képviselő testületének Pro Urbe Kazincz Barcika díja azoknak a városban élő alkotó vagy munkásságukkal a városhoz kötődő alkotó művészeknek, kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek adományozható, akik a tudományok, művészetek, kultúra, kommunikáció, gazdaság vagy a közélet egyéb területein maradandót alkottak, vagy átlagot meghaladó színvonalú munkavégzésükkel a település lakossága körében is elismerést váltottak ki 2019-ben. Kazincz Barcika város képviselő testületének Pro Urbe Kazincz Barcika kitüntető díját kapta Bagya József nyugállományú alezredes, a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák országos szövetségének volt területi elnöke, Fancsik József a Városszépítő Egyesület elnöke, Fehér Béla a Don Bosco általános iskola szakközépiskola szakgimnázium, gimnázium és kollégium igazgató helyettese, valamint Tóth János a Kazincz Barcikai Városi Sakklub elnöke. A Kazincz Barcika város díszpolgára kitüntető cím a város legnagyobb erkölcsi elismeréseként kimagasló életműért, tevékenységért évente egy azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik a város gazdasági, társadalmi, tudományos és művészeti életében maradandót alkottak. Egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a város fejlődéséhez, jó hírének, elismertségének a növeléséhez. 2019-ben a posztumusz kitüntető díjat P. Havasi József szerzetesnek, volt szalézi tartományfőnöknek adományozták, melyet Ábrahám Béla tartományfőnök vett át a városvezetőktől. A magyar szalésziak a mai napig hálával és tisztelettel emlékeznek egykori tartományfőnökükre, akinek optimizmusa és lelkesedése nagy lendülettel vitte a tartományt előre minden viszontagságon keresztül 18 évig. Havasi atya 2013-ban megkapta a magyar érdemrend lovag keresztjét, idén júniusban hunyt el. Jó ütemben haladt Kazincz Barcika legnagyobb terének a dísztér felújítása. A belváros központi részének teljes átalakulása 85%-os készültséget mutat, így hamarosan egy modern, minden igényt kielégítő tér szépíti majd Kazincz Barcika meghatározó város részét. Jelenleg is folyamatosan dolgoznak a szakemberek a polgármesteri hivatal és a posta közötti szakaszon, hogy szeptember végére elkészüljön Kazincz Barcika legnagyobb terének a felújítása. A kivitelező cég megkezdte a lépcsők andezítkővel történő burkolását,
Emellett pedig jó ütemben halad a polgármesteri hivatal lépcsőjének rekonstrukciója, a térburkolások és a zöld felületek kialakítása, különféle növényekkel történő beültetése is. A téren kapott helyet a nagy színpad, valamint egy egyedi, rendkívül látványos, függesztett burkolatú szökőkút, amelybe egy Magyarországon, sőt Európában is ritkán látott vízijátékot terveztek. A medencében 29 darab fúvóka biztosítja majd a rendkívüli élményt. A szakemberek a következő napokban a szökőkút andezit burkolatának vízjátékhoz szükséges furatait készítik el, illetve beépítik a csapadékvíz elvezetést biztosító térbeilleszkedő résfolyókákat. A vízellátás kiépítése az elmúlt időszakban megtörtént, az EMAS szakemberei pedig hamarosan az áramellátás létesítését fogják elvégezni. A kivitelező az új közvilágítási hálózat kiépítéséhez a vezetékeket lefektette, ezek készültsége 90%-os. Hamarosan kikerülnek a térre a kandelláberek is. A téren úgynevezett okos közvilágítási rendszer teszi komfortossá majd az összhatást, ami azt jelenti, hogy az okos oszlopok szabályozhatóak, programozhatóak, kamerarendszert és hangszórókat is befogadni képesek, továbbá wifi jelet is sugároznak, tájékoztatta stábunkat Szitka Péter polgármester. Az érintett területre a beruházás befejező szakaszában új utcabútorokat, padokat és szeméttárolókat is kihelyeznek majd. A fejlesztés révén egy olyan modern, impozáns térrel gazdagodik majd Kazincbarcika, amelyben minden korosztály megtalálhatja a neki megfelelő kikapcsolódási, közösségépítő lehetőséget. Augusztus 15-én kihirdették a Színezzük ki Kazincbarcika házfalait kreatív alkotópályázatának hivatalos végeredményét a 7. Kolorfesztivál részeként a Csónakázó tónál rendezett Tenkes kapitánya táncjáték előtt. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes két felvonásos táncjátékát megelőzően Kazincbarcika város önkormányzatának képviselői Bukó Géza, Lövei Zoltán, illetve Pásztor László köszöntötte a meghívott díjazottakat a színpadon, és adta át a névre szóló okleveleket, valamint a győztes pályázatért járó pénzjutalmakat. Az első helyezett pályamunka benyújtója sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen, de a Barcika Art Kft. Felvette már vele a kapcsolatot Méhész Polyák Attilával, akinek a Buborék fújó gyermekek című alkotása kapta a legtöbb szavazatot a szakmai zsűri tagjaitól, megnyerve ezzel a 300 ezer forintos pénzjutalmat is. A három győztes mellett azonban az idén a város vezetése a kiíró Barcika Art Kft.-vel közösen úgy döntött, hogy a három győztes mellett a városlakók is kiválaszthatják a számukra legkedvesebb pályázatot. A www.colorline.hu weboldalon zajló szavazáson legjobban teljesítő pályamunka beküldője 100 000 forintos pénzjutalomban részesül majd, és amennyiben a lakóközösség is hozzájárul, valamint a kivitelező csapat is megvalósíthatónak tartja az adott pályaművet, fel is festik majd a kiválasztott kazincbarcikai házfalra. A kiválasztott 15 pályamunka megtekinthető a kapcsolódó galériában, szavazni pedig közvetlenül a nyitó oldal jobb oldali sávjában elhelyezett szavazódobozban lehet 2019. augusztus 31-ig. A győztes pályamunkák közül az egyik alkotást már fel is festették a kivitelezők a Derkovics tér 12 szám alatt található házfalára. Kazincbarcika város önkormányzata még tavaly ígéretet tett arra, hogy az új kazinci városrészen lévő 5 zárt teret felújítja. A Deák tér kivitelezése már év végére be is fejeződött, idén szeptember elején pedig a Kazinci téren folytatódik a rekonstrukció. A Deák térhez hasonlóan a Kazinci tér esetében is új térburkolatokat alakítanak ki, új utcabútorokat, hulladékgyűjtőket, pingpongasztalt helyeznek majd ki. A rekonstrukciós munkák részeként új ledes közvilágítási hálózat lesz majd kialakítva, 13 kandelláberrel és csaknem 400 folyóméter új vezetékkel, a régi 7 kandellábert tartalmazó közvilágítási hálózat leszerelése mellett. Az épületek közötti átjáró világítási hálózata szintén megújul az új lámpatestek kihelyezésével. A kivitelezés
kivitelezési munkák várhatóan szeptember első hetében kezdődnek. Az esetleges kellemetlenségekért a lakók türelmét és megértését kérik, emelte ki dr. Perjési Zsolt, a körzet önkormányzati képviselője, aki hozzátette, hogy a beruházás befejező szakaszában a parkosítási munkák elvégzése is megtörténik. A Kazinci tér vonatkozásában tavaly tartottunk egy lakossági fórumot itt, ahol fölmértük a téren lakók igényeit, és néhány héten belül, szeptember első felében vélhetően és várhatólag elkezdődik a Kazinci tér belső udvarának a rekonstrukcióra felújítása. Itt elsősorban egy pihenőpark funkciót szeretnénk kialakítani, ez volt a lakosságnak az igénye is, és a közeljövőben pedig az új Kazinci városrész pataktól falu felé eső részén levő három tér, tehát név szerint a Vasvárja Szemere és a Tököli Terek belső udvarának a felújítására is sort szeretnénk keríteni. Ez az elkövetkezendő éveknek a feladata lesz, ezeket is lakossági fórum fogja megelőzni, mindenkinek az igényét meghallgatva szeretnénk. Előzetes tervek már vannak, de ezeken még természetesen lehet módosítani. Kapcsolódva 65 ezer növényt a 65 éves városba akcióhoz, a megújult térre 1350 darab cserjét és fát ültetnek ki, árult el az önkormányzati képviselő. Még a tervezés időszakában a felújítás megkezdése előtt fórumon egyeztettek a terek lakóival, hogy milyen jellegű legyen a felújítás, mondta el Szitka Péter polgármester. A lakó kérésének megfelelően a pihenő funkció dominál majd a Kazinci téren is. A jövőben szintén meg fogják kérdezni lakossági fórum keretében a Szemere, a Tököli és a Vasvári terek lakóit is. A tervek szerint jövőre folytatódó új Kazinci rekonstrukció előkészítésekor tette hozzá a városvezető. A teljes egészében önkormányzati forrásból biztosított kivitelezés egy-egy tér esetében több 10 millió forint. A főtér felújításának második ütemében megérkezik a sport- és pihenőparkba a lakók által régóta áhított nyilvános illemhely is. A városvezetés és a projekt kivitelezésében illetékes szakemberek választása hosszas keresés után végül egy magyar gyártó által nagy sikerrel forgalmazott termék mellett döntöttek. Jó néhány már működő, jelenleg is élesben üzemelő illemhelyet megtekintett a városvezetés, mielőtt döntöttek a megvásárlásáról. A legnagyobb kérdés annak eldöntése volt, hogy olyan illemhelyet állítsanak-e hadrendbe, amelynek fenntartása külön személyzetet igényel, vagy automatizált. A gyártó garanciát adott arra, hogy vandálbiztos épületről van szó, árult el Klimon István alpolgármester. Régi ígéret volt az önkormányzat részéről, hiszen számtalan megkeresés érkezett az illemhely hiánya kapcsán. Egy valós igényről van szó, tette hozzá a városvezető, aki bízik abban, hogy a gyakorlatban is beválik majd ez a megoldás, és mind a főtér lakói, mind a park látogatói magukénak érzik majd ezt az épületet, hogy a gyakorlatban is hosszú távon szolgálja majd az itt pihenők kényelmét, fejtette ki véleményét Pétervári György, a terület önkormányzati képviselője. Az utcabútor jellegű WC automatikája a padló és WC mosó berendezéseknek köszönhetően a teljes enteriőr tisztán tartásáról gondoskodik. Ez az automatika pedig az illemhely kihasználtságától függően képes arra, hogy akár minden használó után takarítson, vagy csak alkalmanként, esetleg naponta tisztítsa meg a helyiséget. Az igazi újdonságot azonban a külső kamerarendszer és az ehhez kapcsolódó szervisztéri vezérlés jelenti. Az illemhelyekhez formailag jól illeszkedő konzolokra rögzített, éjjel-nappal üzemelő térfigyelő kamerák működnek. A felhasználók számára kialakított kezelőpanelen elhelyezett kamera pedig rögzíti a szervisztérben a képet, így egy esetleges rongálás esetén a toalett üzemeltetői azonnal reagálni tudnak a vészhelyzetre, és egy későbbi nyomozás során egyszerűen visszakereshető felvétel is készül. Az épület tervezésénél fontos szempont volt, hogy a fogyatékkal élők is könnyedén tudják használni az illemhelyeket, ezért a belső térkialakítás tervezésénél fokozottan ügyeltek arra, hogy azokat mozgássérültek vagy az idősebb korosztály tagjai is könnyedén igénybe vehessék majd.
A garantáltan vandálbiztos reklámfelülettel is használható épület füstérzékelővel és könnyen használható kezelő felületével remélhetőleg hosszú évekig szolgálja majd a főtér vendégeinek kényelmét. A nyugati nagyvárosokban már szolgálatba állított modern illemhely a tervek szerint már az ősszel megépülhet Kazincbarcika szívében, a tér látogatóinak és a város lakóinak legnagyobb örömére. 3 darab asztali számítógéppel érkezett augusztus 15-én korán reggel Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester és dr. Pásztor Gábor osztályvezető főorvos, önkormányzati képviselő a Városi Kórház laboratóriumi osztályára. Az eszközöket Kazincbarcika város önkormányzata nevében adták át támogatás gyanánt. Néhány héttel ezelőtt a laborvezető asszony kereste meg az önkormányzatot, és kérte a segítségüket. Jó minőségű asztali számítógépekre volt szükségük annak érdekében, hogy a beteg felvétel és az adminisztráció gyorsuljon, ezáltal csökkenjen a várakozási idő a laborvizsgálatok esetében, mondta Szitka Péter polgármester. 3 gyors gépet kaptunk, amellyel a beteg várakozási időt le tudjuk csökkenteni, és a beteg felvételt, a beteg ügyintézést sokkal gyorsabbá tudjuk tenni. Mivel jelenleg a kórház, mint fenntartó nem tudta biztosítani a gépek megvásárlásához szükséges pénzügyi forrást, így az önkormányzat adott támogatást. Vannak olyan napok, amikor 150-170 vérvétel is történik egy nap, és azért a beteg felvételhez, ugye az adatok rögzítéséhez nagyon fontos, hogy a számítógépek is megfelelően gyorsak legyenek, ezáltal a beteg elégedettség is nőjön, ugyanis, hogyha nem kell annyit várakozzanak, hamarabb sorra kerülnek, akkor nekik is egy jobb élmény lesz eljönni a kórházba és tudni a vérvételen, ami azért ugye egyeseknek azért egy trauma, úgymond, pedig nem kell tőle félni, és hát mindenkit szeretettel várunk, és nagyon szépen köszönjük a segítséget, mert ez a napi munkát nekünk is, meg a betegeknek is nagyban fogja javítani. Évről évre lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a mentőszolgálatot, a rendőrséget, a polgárőrséget, a tűzoltóságot, így természetes, hogy a kórháznak is igyekszünk minden megkeresésnél segítséget nyújtani, mondta dr. Pásztor Gábor, önkormányzati képviselő. Mai napon sikerült 3 darab számítógépet átadni, amely a beteg fölvételt, illetve a beteg ellátását gyorsítja. Ha kinéznénk itt az előtérben, látnánk most is, hogy kb. 100 ember várakozik a vérvételre, egyéb ilyen laborvizsgálatra, és ennek a meggyorsítását szolgálná ez a ma átadott 3 darab számítógép. A korszerű számítógépek beszerzésével jelentősen gyorsul majd a betegek adatainak kezelése, így a várakozási idő is csökkenni fog. Augusztus 20-án a Szent István napi látványos tűzijátékkal véget ért Kazincbarcikán a Color Fesztivál 7.0. A 20 napos fesztivál minden korábbinál több érdeklődőt vonzott, és nem csak a városban, de a Color Country rendezvény sorozat keretein belül a térségben is több 10 000 embernek kínált felejthetetlen szórakozási lehetőséget. Korábban a svájci alap finanszírozásában létrejött rendezvénysorozat második éve, hogy Kazincbarcika város önkormányzatának finanszírozásával valósult meg. A Barcikart Kft. Által szervezett csaknem 130 rendezvényt felölelő kulturális program sorozatot a város mellett több helyi óriás cég is támogatta. Kazincbarcika mellett Dubicsányban, Berentén, Bánhorvátiban, Kuritjánban, Nekézsenyben, Múcsonyban, Sajókazán, Sajógalgócon, Sajóivánkán és Szuhakálón is nagy sikerrel rendezték meg a térségi kulturális programokat, akár könnyű vagy komoly zenéről, esetleg művészeti kiállításról volt szó. A legnagyobb tömegeket a városban továbbra is a Csónakázótónál felállított fő fesztivál helyszín vonzotta, ahol a pénteki és szombati nagykoncertek mellett számos további rendezvényre is sor került. A 4. Kazincbarcikai autótuning kiállítás és találkozó mellett a fesztivál utolsó hétvégéjén itt zajlott a borkülönlegességeket bemutató bormustra és a gasztrofesztivál is, valamint az idén még a szokottnál is grandiózusabb ünnepi tűzijáték is. Szintén nagy sikert aratott a legkisebbek körében a Meze István Művészeti Központ udvarán megrendezett kézműves kuckó programsorozat, melyen gyermekek százai szórakozhattak önfeledten, akár a kézműves bütyköldében, vagy éppen az élményfestésen. A hagyományos kézműves foglalkozások mellett azonban volt még filmvetítés, fotós, videós foglalkozás és rendőrségi bemutató is, ahol 1-től 14 éves korig bárki találhatott gyermeke számára megfelelő programot az ingyenes délutánokon.
Ugyanilyen sikert arattak a komolyabb kulturális programok, a színházi előadások is. Miklós Erika operaénekes magánestjére a Szent Család templomban már egy héttel az esemény előtt minden jegy elkelt. A zárt körű táncosoknak szóló workshopokat is nagy érdeklődés mellett tartották, tömegeket vonzott a táncosok bemutatkozása a Munkácsi téren. A programok augusztus 20-ával véget értek ugyan, de az ezt követő napon elkészült és bárki által megtekinthető a Derkovics Gyula térre fesztivál keretén belül felfestett 34. Kazincbarcikai színes házfal is, ahová korábban kiírt nyílt pályázatra benyújtott és szakmai zsűri által legjobbnak talált Méhész Folyák Attila alkotása került. A színes városban ugyan befejeződtek az idei programok, de holnap este Balázs Fecó és Keresztes Ildikó estjén a Sajó Galgóci templom téren még elcsíphetnek egy darabot a hamisíthatatlan fesztivál hangulatból azok az érdeklődők, akik erőt és kedvet éreznek ehhez, mindenki másnak pedig várnia kell egy évet a következő Color Fesztiválra. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Ünnepi képviselőtestületi ülés pro urbe és díszpolgári címet adományoztak. Jó ütemben halad a dísztér felújítása. Hamarosan egy modern, minden igényt kielégítő tér szépíti majd Kazincbarcikát. Folytatódnak az új kazinci városrész tereinek felújításai. A Kazinci téren szeptember elején kezdődnek a munkálatok. A Color TV híradóját látták, műsorainkat, híreinket a Color Line-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!